is egy ruhában? Nem, mesztelenül. Tudod, a lemenő nap sugarai kiemelik a kontúrodat, és így nagyon romantikus. Tényleg? Igen. Hozod az autó sampont? Szappan nincs. Nincs. Miért? Ez nagyon exkluzív. Kocsik is ebben mossuk. És kitűnő a habzik. És 22 van. Nem lesz ez erős? Mi? Hát a sampon. Ez legalább oldja. Szép mellei vannak. Miért te látod? Na és milyen szisztéma szerint? Én nem hozok. Én igen. Te egy ilyentől mindenfélét lehet kapni. Például? Választhatsz. Engem nem érdekel. Hogy nem érdekel? Szerintem jó lesz, vigyázz. De lehet, hogy nevetségesen hangzik, de én szerettem a színészre. Szerintem az nekem most már úgyse fog menni, hogy például én színész szeretnék lenni. Miért? Ez olyan dolog, hogy hát szóval hiába az ember van itt elkezdve, azt nem biztos, hogy meg is fogja tudni valósítani. Mi az az oka, hogy a Gyöngyik egy lemondott már 16 évesen a színészi pályáról? Igen. Hát annak egy komoly oka volt, mégpedig az, hogy oroszból nagyon gyenge volt a Gyöngyike. A szülei tudnak arról, hogy te színésznő szeretnél lenni? Tudták, de hát ők se vették komolyan, és szerintük az élet, ami ott volt, meg minden, szóval, amit ők folytatnak, az részben erkölcstelenes is. Ők szóval végtelenül ellene voltak el az egész dolog ellen, úgyhogy... Mi lehet abban az erkölcstelen szerintük? Hát ez elég kellemetlen. Részemről, hogy erre kell maguknak, és pont maguknak válaszolnak.